5 nap alatt 350 előadás, kerekasztal beszélgetés, 25 rendezvénysátor, 400 előadó, esténként mintegy 16 ezer ember, 12 nagy koncert, 10 kis koncert, és több mint 30 buli volt az idei Báványosi Szabad Egyetem és Diáktáborban, melyet július 22-e és 26-a között rendeztek Tusnádfürdőn. A negyedszázados fesztivál jelmondata: történetekből történelem, ami az elmúlt években és a jelenlegi globalizálódott világunkban végbemenő gyors változásokra hivatott felhívni a figyelmet. Ennek fényében a Szabad Egyetem fő mozzanata a Kárpát-medencei magyarság határokon átívelő nemzetegyesítések gazdasági, politikai, kulturális hidak létrehozása a szétszakadt nemzetrészek között. Elérkezett a 25. Bálványos Nyári Szabad Egyetem, ez mondhatjuk, hogy kerekszám, negyedszázados évforduló. Ugye 1990-ben volt első ízben megszervezve a Szabad Egyetem, akkor Bálványoson, és az első 6 évben ugye ott zajlott, utána a hely szűke miatt leköltözött a Tusnádfürdői kempingbe, és azóta is itt zajlik. Most ez a 25 év, a 25. évforduló, ez egy remek alkalmat biztosít arra, hogy egyrészt a tábor kiértékelje önmagát, önmagának az elmúlt 25 évét, megvizsgálják, hogy honnan indult, hova jutott, mit sikerült elérni, mik voltak az eredmények, illetve mik a perspektívák a jövőre nézve. De a 25. évforduló arra is kiváló alkalmat biztosít, hogy a 89-es rendszerváltás óta történt politikai folyamatok, társadalmi folyamatok, ezeknek is a kiértékelés, egy ilyen visszatekintő, retrospektív vonulat az, ami elég nagy mértékben meghatározza az idei Tusványosnak a menetét. Tusványos azonban nem csak a közéletről szól. Esténként igazi fesztivál hangulat volt a Tusnádfürdői kempingben, ahova ezrével érkeztek a környékbeli fiatalok is. Leginkább a koncertek miatt jöttem ide, azok vonzottak igazából. Szeretném a Queen Beat megnézni, meg Edda koncert, úgyhogy ma estére csak a buli. Csak itt a buli. Is alszatok? Hát valahol igen, csak még nem döntöttem el, hogy hol igazából. De remélhetőleg valahol csak kapok helyet. Az Edda és a Fehérvári zenei napokon is fellépő Queen Bee is nagy sikerű koncertet adtak Tusványoson. Mindkét együttes megtöltötte a nagy színpad előtti focipályát. A koncertek előtt közönség találkozón voltak a zenekarok a közmédia sátrában, ahol népes közönség előtt beszéltek jelenről és jövőről, illetve bárki kérdezhetett Pataki Attiláéktól és Kis Tiboréktól. Nem szeretném egyik koncertet sem egymás mellé fölé helyezni. Talán egy kicsit másfajta érzelmi történettel érkezik az ember. Én hazajövök, ez biztos, az enyémhez, és én nekem egy kicsit könnyebb, meg nehezebb, mert én Erdély szerelmes vagyok, tehát én annyira imádom Erdély országot, a mitológiáját, mindent, amit Erdély jelent, úgyhogy én felfokozottabb állapotba érkezem, ez biztos. Erről szokott Erdélybe utazni? Igen, amikor csak lehet, amikor ez a sűrű életem megengedi. A Queen Bee is fantasztikusat alakított a nagy színpadon a több ezres tömeg előtt. Mint mondják, bulijaikon más és más programot játszanak, de Erdélybe mindig szívesen jönnek koncertezni. Mi nagyon szeretünk ide jönni, nagyon szeretünk Erdélybe jönni. Nagyon lelkes és hálás a közönség, és reméljük, hogy mi is tudunk nekik adni eleget. Ugye? Éppen itt az előbb a Kolozsvári Rádiónak mondtál fel egy anyagot, hogy augusztusban újra jöttek Erdélybe? Igen, lesz augusztusban még egy koncertünk itt Kolozsváron, a Kolozsvári Magyar Napokon. Az esti bulik után délelőtt a közéleti témák is nagyon sok embert vonzottak. A Mrs. Sátorban a sportakadémiák szerepéről volt szó azon a beszélgetésen, melyen Soltész Miklós, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökségi tagja, államtitkár, mellette Ocskai Gábor, az Alba Volán szakosztályelnöke is részt vett. Csíkszeredában egy éven belül szeretnének létrehozni egy a Fehérvárihoz hasonló akadémiát a székelyföldi sportutánpótlás jövője érdekében. Most már több mint fél éve a gondolkodási fázison túl van az az ügy, hogy az akadémiáknak legyen egy társadakadémiája, vagy alakadémiája a Székelyföldön, és mivel ugye Csíkszereda és Székesfehérvár testvérváros is, illetve hát nagyon régi, több évtizedes baráti kapcsolat van személyes ismeretségen keresztül, személyesen nekem is, mi nagyon szeretnénk, ha abba tudnánk segíteni, hogy itt egy Székely Hoki Akadémia megalakuljon rövid időn belül, úgyhogy csíkszeredai központtal, 4-5 másik székelyföldi várossal karöltve, Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós, esetleg Brassó, és
lenne egy ilyen híd Csíkszereda és Székesfehérvár között, ezáltal a székelyföldi és a magyar hoki között, ami eddig is működött, de most egy kicsit legálisabbá lehetne tenni, és ha tudnánk ahhoz mi egy kicsit is segíteni, én nagyon boldog lennék, hogy ez a dolog beindulna. Természetesen szükség van anyagi forrásra, ugye mi sem állunk jól, tehát mi ezt nem tudjuk vállalni, hogy mi anyagi forrásokkal támogatjuk a Székely Hoki Akadémiát, de én úgy érzem, hogy van esély arra, hogy a kormány az ügy mellé álljon, és a hírek szerint ugye itt már működik a Felcsúti Futballakadémiának egy fiók szervezete. Szintén lenne ez a jégkorong, szó van arról, hogy a pécsi Rádh Géber Kosár Akadémia is indít itt egy kihelyezett tagozatot, gyakorlatilag egy ilyen csíkszeredai székelyföldi centrummal lennének olyan akadémiák, amelyek a magyar látványsportok teljes szélességét kimerítenék. És ha már a finanszírozásról van szó, azért sokat sejtető dolog, hogy a csíkszeredai főkonzul vezetés moderálja a beszélgetést. Igen, mindenféleképpen azért itt azt hozzá kell tenni, és itt azért a személyes kapcsolatok és a régi baráti viszonyok, ugye Zsigmond Barna 4 évvel ezelőtt került ide főkonzulnak, azt megelőzően ő azért a Magyar Jégkorongban dolgozott, az Újpesti Klubnak volt a szakosztályelnöke, a Magyar Jégkorong Szövetségnek alelnöke volt, tehát nagyon szereti és szívügye a jégkorong, és én nagyon örülök, és azért is vállaltam ezt a felkérést, hogy ezen az előadáson részt veszek, mert ha csak 2-3 téglát tudunk hozzátenni az épülethez, az is nagyon nagy dolog. Ez majd igazán egy 5-10 év múlva fog látszani, hogy ez mennyire fontos mindkettőnk számára, tehát mind a székely hoki, mind a magyar hoki számára az előrelépés szempontjából nagyon fontos, hogy még nagyobb merítési lehetőség legyen, még több gyerek sportoljon, jó szakemberek dolgozzanak, és ez majd a minőségbe fog segíteni. Mint elhangzott, a fehérvári tapasztalatok nagyban segíthetik a tervezett Jégkorong Akadémia létrejöttét. Egyrészt Fehérvár szurkoló vagyok, amikor tudok, ott vagyok a meccseken, és nagyon bízom abban, hogy ebben ez az együttműködés, ami egyébként a MOL Ligán keresztül elindult Csíkszeredával, Brassóval is, egy kicsit kiterjedhet, és hát annak a mintájára, amit Ocskai Gabiék elindítottak Fehérváron az akadémia mintájára, itt is ki tudunk alakítani egy helyi akadémiát, ami azért fontos, hogy itt a székely gyerekek, székely srácok helyben maradjanak, helyben lehet lehetőséget kapjanak a játékra, és hát hosszú távon pedig a magyarságokat is megtartsák. Hát nekünk pedig az a feladatunk, hogy mindezt támogassuk és segítsük, ezért is vagyunk itt. A beszélgetésen nem csak a hokiról, hanem a futball utánpótlásról is szó volt. Szőlősi György, a Puskás Akadémia nemrégiben leköszönt kommunikációs vezetője, a Puskás Múzeum relikviáinak kezelője beszélt a Felcsúti Akadémiáról, de ott volt Szondi Zoltán, a Székelyföldi Foci Akadémia elnöke is. A kerekasztal beszélgetésre megtelt a Micis sátor, ami a téma fontossága miatt is jelzésértékű. Továbbá jelen volt Ráduli Róbert, csíkszeredai polgármester, és Zsigmond Barna Pál, csíkszeredai magyar főkonzul is, aki moderátora volt a beszélgetésnek. A sportról és magyarságról volt szó a közmédia sátrában is, melynek vendége volt a legendás aranycsapat egyetlen élő legendája, a páratlan hátvéd, a 90. évében járó Buzánszky Jenő. Farkas Rakán díszpolgár vagyok, Buzánszky kupa van, tiszteletbeli székely vagyok, székelyudvarhelyen, szóval Nagyváradra járok a sportbálba, tehát lényegében én nagyon tisztelem a határon túli magyarokat, és nagyon sok helyen, ha most még mondom, némi büszkeséggel is, hogy hát februárban voltam Angliában, a magyaroknál Lincolnban, utána Csíkszeredán, utána pedig Göteborgban, Svédországban a magyaroknál, és mostan egy másfél héttel ezelőtt pedig Krasznahorkán voltam. Hát én járok nagyon sok felé, és én nagyon örülök annak, hogy a magyarokat tudom biztatni ahhoz, hogy minden egyes élménybe számolok, amíg eltartanak jó egy órát, és ugye, és akkor annyival, amivel fejezi be az ember, hogy örökké magyarok maradjanak. A negyedszázados évforduló alkalmából a megszokottnál is többen voltak kíváncsiak szombaton délelőtt Orbán Viktor és Tőkés László előadására.
Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, az Európai Parlament képviselője előadását megelőzően elmondta, hogy a Bálványosfürdőn 25 évvel ezelőtt kitűzött legfontosabb nemzetpolitikai célok jelentős részét máig nem sikerült elérni. Nincs és nem is volt ugyan háború a határon túli magyarság és a többségi nemzetek között, de a demokratikus fejlődés számos előnye ellenére sem hozta el azt, amire a külhoni magyarság a rendszerváltás évében számított. Az egyenlő jogokat, az autonóm közösségszervezést, a szabad nyelvhasználatot, a független magyar oktatást és még sok minden mást. Beszédes körülmény, hogy a Tusnád fürdői bálványosi nyári szabad egyetem évfordulója egybeesik az 1989-es romániai rendszerváltozással, kelet-közép-európai rendszerváltozással, és ez meg is határozza a nyári szabad egyetem folyamatát és eszmei pályáját. Azt gondolom, hogy körülbelül úgy állunk a tusványosinak nevezett folyamattal úgy állunk, mint a rendszerváltozással, tele reménnyel, várakozással, tenni akarással, de viszonylag gyenge eredményekkel. Hál' Istennek nem háborúban kellett kivívni a szabadságot, ennek viszont megvan az ára, lassan tart a rendszerváltozás, az átalakulás folyamata. Ami igazán kiemelhető Tusnádfürdő viszonylatában, a bálványosi folyamat viszonylatában, az a nemzetpolitikai rendszerváltozás, mert nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem csak ideológiai, politikai, hanem nemzetpolitikai rendszerváltozásra is sor került, mert ez szerves részét képezi a kisebbségi jogok, az emberi jogok ügye, szerves részét képezi az általános demokratizálódási folyamatnak. Nos, ezen a téren azt gondolom, hogy csúcsra jár a 25. évforduló, hiszen immár közel 5 esztendeje annak, hogy Magyarországon megbukott az utód kommunista rezsim, és egy új nemzeti politizálás indult útjára. Ezt katalizálta, erjesztette, gerjesztette amit mi bálványosi folyamatnak nevezünk, de ugyanakkor azzal együtt is haladt a politika csinálás és a politikai diskurzus. Ebben a vonatkozásban gyönyörűen együtt haladt. Orbán Viktor előadása elején leszögezte, a demokrácia nem szükségszerűen liberális. A 2008-as gazdasági válság kialakulása óta egyértelműen látható, hogy a nyugati típusú jólétinek mondott liberális demokráciák súlyos válságba kerültek, és a jövő gazdasági és politikai kihívásaira nem lesznek képesek adekvát válaszokat adni, mondta a miniszterelnök. Olyan államalakulatra, illetve nemzeti jellegű közösség kialakítására van szükség, amely képes érdekeit folyamatosan érvényesíteni, képes kulturális és gazdasági értelemben az ország folyamatos működtetésére és fenntartható növekedési pályára állítására. A mi nemzedékünk számára a rendszerváltás az a nemzedéki élmény, amihez mindent mérünk, amiből kiindulva mindent értelmezünk, ami körülöttünk zajlik. Ez természetesnek tűnik. Ugyanakkor ma már inkább hátrányunkra van, mint segítségünkre. A rendszerváltás természetesen, mint tapasztalat, rendkívül értékes, mert a politika szemben azzal, amit időnként az ember gondol, nem spekulatív műfaj, hanem tapasztalati, tényekből, tapasztalatokból kell fölépíteni. És ma már a helyzet úgy áll, hogy persze ez a tapasztalat értékes, de időközben egy ugyanolyan jelentőségű változás történik a világban, mint amilyen a rendszerváltás élménye volt. Ezért a feladat intellektuálisan, ami előttünk áll az, hogy a jövő megértése és a jövőbe vezető utak kijelöléséről szóló viták kapcsán a rendszerváltás csak mint tapasztalatot, de többé nem mint referenciapontot használjuk, sokkal inkább a 2008-ban nyilvánvalóvá vált nagy pénzügyi, világgazdasági, világkereskedelmi,
világhatalmi, világkatonai erőátrendeződést tekintsük kiindulópontunknak. Ez a feladat, amit el kellene végeznünk. Ebben segítségünkre van, hogy vannak olyanok, akik később születtek, mint mi. És az ő számukra már hosszú évek óta nehézséget okoz, hogy a rendszerváltást tekintsék referenciapontnak, mert aki mondjuk 1985-ben született, az a rendszerváltás 1990-es évben éppen 5 éves volt, neki ez nem az élmény, mint a mi számunkra, és ezért a politikai diskurzusokból gyakran azért maradt ki, mert nem is érti, hogy mik azok az utalások, amelyeket a jelen és a jövő értelmezésnél a náluk idősebbek megtesznek. Úgyhogy azt hiszem, hogy több haszna is lenne annak, ha most már a rendszerváltást egy lezárt történelmi folyamatnak tekintenénk, tapasztalatok tárházának, és nem pedig a jövőről való gondolkodás kiindulópontjának. A jövőről való gondolkodás kiindulópontjának, mert ha jól értem, minden évben az a feladatunk, hogy megpróbáljuk közösen valahogyan megérteni, hogy mi történik körülöttünk, annak a lényegi mozzanatait megragadjuk, és talán megláthassuk ebből, hogy mi fog történni velünk a jövőben. Szóval, ha ez a feladatunk, akkor azt javaslom, hogy röviden emlékeztessük magunkat arra, hogy a 20. században volt 3 nagy világrendszerváltás, az első világháború végén, a második világháború végén és 1990-ben. Ezeknek az a közös tulajdonsága volt, erről talán egyszer már itt beszélhettem önök előtt, hogy amikor ezek a változások bekövetkeztek, szinte egyik napról a másikra mindenki számára világos volt, hogy egy más világban fogunk élni, mint amilyen világban addig éltünk. Mondjuk Trianon után itt ez egész nyilvánvaló volt, de Budapesten is. De a második világháború után is, ha az ember körülnézett és mindenhol szovjet megszálló csapatokat látott, akkor tudta, hogy innentől most egy másik világ kezdődik. És 90-ben is, amikor sikerült a kommunistákat megtörnünk és kiszorítanunk, világos volt az első parlamenti választások után, hogy egy új világban fogunk élni, a berlini fal leomlott, választások vannak, ez már egy másik jövő. Az én mai előadásom kiinduló pontjául szánt állításom az, hogy egy hasonló értékű és súlyú változás zajlik ma a világban. Ennek manifesztéválását, tehát nyilvánvalóvá válását 2008-as pénzügyi világ, de inkább pénzügyi nyugat válságként azonosíthatjuk. És ennek a változásnak azért nem annyira nyilvánvaló a jelentősége, mert az előző 3-tól eltérő módon érzékelik az emberek. Nem volt világos 2008 nagy nyugati pénzügyi összeomlásakor, hogy mostantól egy másik világban fogunk élni. Nem olyan éles a váltás, mint az első 3 nagy világrendszerváltáskor történt, hanem valahogy lassan bomlik ez ki a képzetünkben, és mint ahogy a köd szokta megülni a tájat, úgy lassan ereszkedik ránk az a tudás, hogy ha jól körülnézünk, ha alaposan elemezzük mindazt, ami körülöttünk zajlik, ez egy másik világ, mint amiben 6 évvel ezelőtt éltünk, és ha folyamatokat kivetítjük a jövőre nézve, amelynek persze mindig van valamennyi kockázata, de azért alapvetően indokolt szellemi munka, ha ezt megtesszük, jól látjuk, hogy a változások még erőteljesebbek lesznek. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, csak annak érdekében, hogy ennek a változásnak a mélységét illusztráljam, mindenfajta rendszerezettség nélkül összegyűjtöttem néhány mondatot, gondolatot a nyugati világból, egyet-kettőt a keletiből is, amely meghökkentő. Ha az ember a 2008 előtti, maradjunk abban, hogy liberális világszemléletből nézi vagy hallgatja ezeket a mondatokat, akkor megdöbben. Ha azonban nem onnan nézi, hanem a mondatokból azt olvassa ki, hogy mekkora utat tettünk meg 6 esztendő alatt a közbeszédben, a témákban, a megfogalmazásokban, akkor ezek a mondatok, amelyeket idézni fogok, segítik annak megértését, hogy micsoda változás zajlik ma a világban. Röviden csak. Amerikában az amerikai elnök többször és visszatérően beszél arról, hogy Amerikát átitatta a cinizmus, és a feladat, hogy az egész amerikai társadalom élén az amerikai kormánnyal harcot indítson a pénzügyi rendszerből származó cinizmussal szemben. 2008 előtt ilyet mondani, az az úriemberek közötti nemzetközi diskurzusból való kirekesztést vonta volna maga után, és a pénzügyi rendszer sajátosságai miatt még valami stikje is lett volna, ami különösen veszélyessé tette volna ilyen mondatok kimondását. Ehhez képest ezek rendszeresen jelennek meg a mai amerikai sajtóban. Vagy azt mondja az amerikai elnök,
hogy ha egy keményen dolgozó amerikainak rendszeresen választania kell család és karrier között, akkor Amerika le fog maradni a világgazdaságról. Vagy az amerikai elnök nyíltan beszél gazdasági patriotizmusról. Olyan mondatokat mond, amiért a provinciális magyar nyilvánosságban ma még botozás és kövezés jár. Például. Nyíltan beszél arról, hogy a külföldieket foglalkoztató nagyvállalatok fizessék meg méltányos részüket az adóból. Vagy nyíltan beszél arról, hogy elsősorban azokat a cégeket kell támogatni, amelyek amerikaiakat alkalmaznak. Ezek mind olyan hangok, gondolatok és mondatok, amelyek 6-8 évvel ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna. A miniszterelnök mellett számos közéleti szereplő országgyűlési képviselő is ott volt Tusványoson, így Tesszeli Zoltán is, aki Fejér megye 3-as számú választókerületének képviselője az országgyűlésben. Bicskének jelen pillanatban még polgármestereként nekünk van egy kapcsolatunk Tusnádfürdővel, hiszen a két település testvérvárosi kapcsolatban van. Nagyon jó a és ápoljuk is ezt a kapcsolatot polgármester úrral, családjával is, és a településen élőkkel is, úgyhogy ez is lehet oka. A másik pedig, hogy Erdélybe jönni mindig egy felemelő érzés. Még a múltban, amikor néptáncosként, népzenei, néptáncos anyagok gyűjtőjeként én elég sokat jártam itt a környéken is, mondjuk Gyimesben elég sokat gyűjtöttünk. Egy kicsit olyan, mintha az ember hazajárna. Persze Bálványos, illetve Tusványos az mindig egy különleges dolog, hiszen itt azért egy kicsit másról is van szó, ami nagyon fontos, hiszen otthon azt látjuk, hogy a fiatalokat megszólítani a politikumnak az mindig egy nagyon nehéz, és itt úgy látom, hogy ez minden évben, évről évre, most már 25. éve, ez mindig rendben van. Látom, hogy családoddal, lányoddal érkeztél, gondolom, akkor ő is élvezi itt a fiatalok társaságát. Hát ő már 21 éves, és hát tegnap éppen a tankcsapda koncerten, hát kiderült, hogy egy régi álma volt, hogy amikor ő még tiniként nagy tankcsapda rajongó volt, akkor mi sose engedtük el, hát most meg együtt elmehettünk, úgyhogy ketten az első sorokban jól éreztük magunkat, úgyhogy egy régi adósságunkat is tudtuk, mint szülők törleszteni. Szabó Tibor Martonvásár polgármestere is ott volt a 25. Bálványosi Szabad Egyetemen. Mint mondja, felvidéki származású, és igyekszik minden évben ott lenni a Tusnádfürdői kempingben. Magam is határon túli származású vagyok, felvidéki vagyok, tehát értelemszerűen a téma is érdekelt, aztán később pedig a 90-es évek elejétől, mint állami tisztviselő, miniszterelnöki hivatalban, főosztályvezetőként, határon túli magyarok hivatalának munkatársaként. Ha úgy tetszik, akkor hivatalból is itt voltam, de személyesen is én úgy gondolom, hogy ez egy jó hely, és ide érdemes eljönni, és akkor is érdemes eljönni, hogyha az ember nem hivatalból foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Az elmúlt évek során mindig komoly nemzetpolitikai jelentősége is volt a tusnádi rendezvényeknek, így van ez az idén is, de emellett nagyon színes kulturális élet is zajlik. Melyik a fontosabb? Én úgy gondolom, hogy mind a kettő fontos. Tehát ahhoz, hogy a fiatalok beleérezzenek, megérezzék igazából az, hogy mit jelent a nemzetpolitika, és mit jelent a magyar nemzethez való tartozás, és itt elsősorban talán inkább a magyarországi fiatalokra gondolok, ahhoz szükség van, hogy ide vonzák őket, a vonzást azt a kulturális rendezvények, tehát a jó zenekarok, jó együttesek adják, és nyilván reggel, amikor fölébrednek a fiatalok, akkor pedig komoly szakmai előadásokon is részt vehetnek, hogyha energiájuk és kedvük van, és én úgy látom, hogy van kedvük és energiájuk, tehát ez szerintem egy jó kombináció és egy jó összjáték a kultúrának, a könnyedebb szórakozásnak és a tartalmas időtöltésnek. Tesszeli polgármester úton megtudtuk, hogy ő a tankcsapda koncertet az első sorból csápolta végig. Önnek melyik együttes volt a kedvence, vagy melyikre vár? Hát én igazából Rúzsa Magdira várok, de természetesen, hát ha nem is csápoltam végig az első sorból, de ott a sárban valahol ott voltam én is, tehát a tankcsapdát szeretem. Voltak egyébként olyan együttesek is, akiket nem ismertem eddig, és meglepetést is okoztak, de jó hangulatot teremtettek. Nem biztos, hogy mindegyik az én stílusom, de kétségkívül vannak olyan, akiket szeretek. Az anyaországi munkavállalás, tanulás, egészségügyi ellátás, a szavazati jog, a konzuli védelem és utazási kedvezmények mellett kifejezett előnye a kettős állampolgárságnak a magyar útlevél, amelynek a román úti okmányokénál lényegesen kedvezőbb a megítélése, mondta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kós Károly sátorban a honosítási folyamatról szóló előadáson.
hogy aki magyarnak született, annak papírja is lehessen arról, hogy magyar állampolgár. Ennek a érzelmi részéről is beszélgettünk, de a gyakorlati előnyökről is szó esett. Nyilván abba egyetértettünk itt a mai kerekasztal beszélgetés során, hogy Magyarország, a magyar útlevél, a magyar nemzethez való tartozás leginkább most Ukrajnába jelenti a legnagyobb biztonságot a ezzel rendelkezők, illetve az ezt igénylők számára. Szó szerint a biztonságot is jelentheti, hiszen ugye Ukrajna helyzetet ismerjük, de a például Romániában élő erdélyi magyarság számára is például a munkavállalás szempontjából előnyt jelent, hogy magyar állampolgár sághoz kötött, hogy bizalmas és fontos ügykezelői munkaköröket, vagy a központi közszolgálati vezetői beosztásokban, vagy a közszolgálati vezető beosztásokban csak magyar állampolgár dolgozhat. Aztán a Magyarországon megszerzett szolgálati idő a nyugdíj jósultság szempontjából hogy jön számításba. Beszéltünk az utazási kedvezményekről, hiszen ezek még a magyar igazolványhoz, illetve a hozzátartozói magyar igazolványhoz kötődnek. Beszéltünk az egészségügyi ellátásról, hogy ezt hogy vehetik igénybe a magyar állampolgárok. Aztán a tanulás lehetőségéről, arról is beszéltünk, hogy a magyar útlevél, a konzuli védelem, ha valaki magyar állampolgárként mondjuk Romániából, Olaszországba utazik, akkor az milyen előnyöket jelent. És itt a hozzászólók véleményét tolmácsomban mondhatom azt, hogy ha valakinek van román vagy és magyar útlevele is, akkor ilyen utazásokkor a magyar útleveleket szokták használni, mert az nagyobb biztonságot, nagyobb védelmet jelent. És hát tényleg áttekintettük azt, hogy hol tartunk, hiszen ugye nem feledkezzünk meg arról, hogy a tusványosi folyamatnak a 25 éves jubileumát ünnepeljük az idén van 25 éves tusványosi tábor, és hát lépésről lépésre haladunk előre, hiszen nagy lépés volt például a státusz törvény, a magyar igazolvány rendszere, és óriási lépés volt a 2010. május 26-án elfogadott törvénymódosítás, ami a kedvezményes módosítást tette lehetővé 2011. január 1-től, amelynek eredményeképpen elmondhatjuk, hogy 639 ezer ember igényelte a kedvezményes magyar állampolgárságot, és már 600 ezer ember meg is kapta, és a célunk az, hogy 2018-ig elérjük az 1 millió főt. Ebbe nagyon nagy összefogás mutatkozik, hiszen ezt a bevándorlási állampolgársághivatalba be lehet adni a külképviseleteken, a konzulátusokon, anyakönyvvezetőknél és a kormányablakoknál is. A magyar szervek együttműködnek például az erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, a demokrácia központokkal, nyilván a konzulátusok óriási munkát végeznek, tehát nagyon szép eredményeket értünk el, de még nem jöttünk az út végére, folytatjuk. Tusványosnak, azaz a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemnek fontos szerepe van abban, hogy mára a külhoni magyarság és a nemzeti elkötelezettség összetartozik, és úgymond divatba jött Erdély. Ha valaki esetleg kedvet érez a jövő évi részvételhez, nem árt már most szállást foglalni a 2015. július 21-e és 26-a közötti rendezvényre.